A mai nap egy lezárása annak a hosszú folyamatnak, amely 5 hónapja, július elején kezdődött. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara 2023-as évében szakács szakmában szervezett mestervizsgát és mestervizsgára felkészítő képzést. Idén is megrendezésre került kamaránknál a mesterképzés és vizsgáztatás a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, amelyet minden évben megszervezünk, és tulajdonképpen állami feladatunk. A célja az, hogy duális képzőhelyként oktató vállalkozásokat elősegítsük a mestercím megszerzésében. A már duális képzésben oktató szakembereket, akik kamarai gyakorlati oktató tanúsítványa rendelkeznek, szeretnék főként segíteni a mestervizsga megszerzésében. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, július hónapban kezdtünk, és novemberig tartott. Ez mind a képzésben résztvevőknek, mind az oktatóknak, mind pedig nekünk egy hosszú, áldozatos folyamat volt. A képzésben résztvevők pedig ugye nagy kitartásukról, szorgalmukról tettek tanúbizonyságot. Idén 8 szakember bizonyította, hogy érdemesek a mestercímre. A mestervizsgán több követelménynek is helytáltak a jelöltek. Az egyik ugye finger food ételekkel kellett készüljenek, a másik pedig ugye egy meleg ételsorral kellett készülni. Nagyon szép munkák születtek, és ezáltal mindenki eredményes vizsgát tett nálunk. Az interaktív vizsgákon pedagógiai, módszertani, vállalkozásvezetési és szakmai ismereteikből adtak számot a jelöltek. A mesterlevél megszerzése legfőképp az motivált, hogy diákokkal tudjak foglalkozni, és éttermünkben minél több tanulót tudjunk kinevelni. A két napon keresztül zajló gyakorlati vizsga során bizonyíthatták rátermettségüket és tudásukat. A mesterlevél megszerzése, mint az előbb a kollega is elmondta, nálunk is a tanulók fogadása miatt volt fontos, és ezen a területen szeretnénk kamatoztatni az itt megszerzett tudást. Mestervizsgára általában 5 év gyakorlat után lehet jelentkezni, ezért is fontos szakmai mérföldkő a mesterlevél megszerzése.